Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. December 25-e az első éjszaka, ami a jó szellemeket illeti. Erről készítettem külön egy videót is. Figyeljetek oda arra, hogy hogyan élitek át ezt a napot, milyen kapcsolatok vannak, milyen témák, milyen a hangulat, mert ezt az energiát átviszitek jövő év januárjára. Azon kívül ez a nap kihat bizonyos témákra is. Ezen az éjszakán tartok egy szertartást. Erre jelentkezhettek. Az e-mail címem ott van a videó alatt. A díjam ennél a részvételnél 4000 forint. És miben segít ez a szertartás? Az, hogy szerencse legyen január hónapban, hogy javuljon a helyzet. Azon kívül kihat arra, hogyan tudnád elérni a céljaidat. Ha vannak álmok, elképzelések, hogy valósul ez meg. Azon kívül ez az energia, ez a szertartás segít abban is, hogy legyen egy stabil munkahely, jó anyagi körülmények, és egy stabil párkapcsolat. Ami az egészségügyi témákat illeti, ennek a szertartásnak van egy gyógyító ereje, kihat a fogászatra, a fogakra és a csontokra. Most megnézzük a kártyákat. Mit közölnek a képek, mi hogyan fog alakulni, milyen változások lesznek, ami kihat januárra, ami kihat ezekre a témákra is. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Ez a férfi utal a férfiakra vagy a lelki társadra. Amikor szerelemről, párkapcsolatról van szó, az a fontos, hogy legyen egy kapcsolat, hogy egy vonalban legyetek a kirakásnál. Itt most ez tényleg így van, hiszen egy vonalban vagytok, és ez jelenti ezt a kapcsolatot. Te megjelensz itt a feje fölött, ami utal az ő gondolataira. Ő gondol rád. Itt ez a virágcsokor jelenti a szépségedet, a nőiességedet, vagy egy ajándékot. Az is lehet, hogy ő szeretne megajándékozni téged, ez a terve. Itt látható ez a gyűrű, ez jelenthet ékszereket, vagy egy eljegyzést, egy házassági ajánlatot is. Itt megjelenik a szerelem istennője, és átnyújtja számotokra ezt a lobogó szívet, ami utal a szerelemre. Mivel a képek megjelennek az ő gondolataiban, ő ennek tudatában van, és az út az azt jelenti, hogy útban van hozzád, vagy tervez egy közös életutat. Itt ez a kislány átnyújtja a négy levelű lóherét, ami szerencsét hoz ebben a kapcsolatban. De szerencse lesz a munkát illetően is, hiszen ez a kislány összefüggésben áll ezzel a horgonnyal, és az szimbolizálja a munkát, a hivatást, sőt, itt megjelenik a csillagkép, ami szintén szerencsét hoz, vagy utal egy spirituális területre. Itt a könyvek jelentik a tudást, vagy a továbbképzést, itt a gólyák jelentik a változásokat. De visszatérve még az ő gondolataira, itt lesz egy ajándék, egy jó hír, egy kellemes meglepetés, és itt a lilium jelenti azt, hogy ő szeretne tisztázni veled valamit.
az, hogy itt kinyíljon egy ajtó, itt ez a hölgy átnyújtja hozzá a kulcsot, akkor utal az ő nyitottságára, és mivel nyílik egy ajtó, jelenti a lehetőségeket. És itt mellette megjelenik a hajó, ami jelenti a reményt ehhez. Amint ez a hajó még jelent, utazások, külföldi kapcsolatok, ez az út, ez az út. Lehet egy lelki út és egy lelki kapcsolat kettőtök között. Sőt, egy vonalban megjelenik ez a kereszt, ez erősíti a hitet ebben, vagy segít a döntésekben, hiszen ez a férfi eléri ezt a kereszteződést, eléri az utakat, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, melyik irányba. És akkor döntésekről lesz szó. Itt ez a park jelenti a nyilvánosságot, hogy ő felvállal téged, vagy lesz egy találkozás nyilvánosságon, vagy beszél nyíltan a terveiről, és akkor itt tisztázódik valami. A kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat, esetleg egy mellékutat, ezt is jelentheti, vagy jelenthet egy hölgyet. Ez lehet egy ismerős barátnő, vagy valaki a családból, esetleg kolléganő. Itt van köztetek egy jó kapcsolat, hiszen ez a hölgy jelentkezik nálad, itt ez a levél, ez a hír, és tisztázódik valami köztetek, jó szándékokkal közeledik hozzád. Ez a torony jelenthet egy hivatalos ügyet, vagy egy bírósági ügyet. Itt a lilium segít abban, hogy ezek a dolgok is tisztázódjanak. Ahol nehézségek voltak, az az otthon, a család és az anyagiak. Itt valaki megbántott téged, itt volt a hamisság, az is lehet, hogy kihasznált téged. Mivel a koporsó megjelenik, ez lehetett egy örökösödési ügy is a múltban, de itt lesznek változások egyrészt, mert megjelennek itt az egerek. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát az egerek eltávolítják a hamisságot, ezeket a fájdalmakat a múltból. Ez a koporsó segíteni tud abban, hogy lezárjon bizonyos dolgokat, és akkor itt előre mennek az események, lesznek változások. Erre számíthatsz úgy év elején. Amit ez a jóslás közöl a terveidet illetően, hogy szerencse lesz a szerelemben, itt lesz egy új út, egy közös életút, ennek a tervezése, sőt a gyűrű, az jelenthet egy eljegyzést, egy házassági ajánlatot is. Tehát itt rendeződnek a dolgok, hiszen lesz egy stabil párkapcsolat. Ami a munkát illeti, itt is szerencse van, lehet egy másodállás, egy spirituális terület, itt lesznek majd változások. A családban kell még rendezni a dolgokat, különösen, ami az anyagiakat illeti, vagy olyan témákat, ami megbántotta múltban. Ez még olyan nyitott, de rendeződnek ezek a dolgok is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!